A Hitler elleni kódfejtést számos történész és filmes az Enigmának és Alan Turingnak tulajdonítja. Ám volt más valaki is, aki nélkül nem sikerült volna. Ez az ő története. Berlin, 1943. április 1-e. A Gestapo letartóztatja Hans Thilo Schmidtet, a német légierő rejtélyekkel foglalkozó tisztviselőjét. A berlini Moabit börtönben 5 hónapnyi fogság után engedélyezték neki, hogy találkozzon a lányával, Gizellával. Hans lesoványodott, és láthatóan megkínozták. Egyikőjük sem beszélt az őrök jelenlétében. Gizellának mégis sikerült egy papírcetlit átadnia apjának, amin az állt: bármit is tettél, szeretni foglak. Hans arra kérte lányát, hogy a nagy téli kabát helyett egy könnyebb dzsekit hozzon neki, majd odasúgta: a bal ujjában üzenetet rejtettem el a számodra. Otthon Gizella azonnal elolvasta. Cianidot kellett vinnie apjának. Gizella bátyja szerezte be a pirulát apjának. Hans Thilo Schmidt a cellájában vette be, a méreg azonnal hatott. 1943. szeptember 19-én meghalt. Ki volt Hans Thilo Schmidt? Egy antifasiszta? Egy francia kém? Vajon változtatott a II. Világháború menetén? Elárultam Hitlert. Berlin, 1931. Vorbei. Warum bin ich so allein? A város hanyatlott. Olyan filmek jelentek meg, mint az M, Egy város keresi a gyilkost, és a Kék angyal Marlene Dietrich-jel. Berlin az erotikával és a szentimentális dalokkal fűtött kabarék idejét élte. Az emberek transzvesztiták, selyemfiúk és prostituáltak társaságában ittak. A káosz és a nosztalgia, valamint a gazdasági helyzet miatt könnyen kicsúszott az irányítás az emberek kezéből. A politikai babérokra törő Adolf Hitler a bolsevikok, zsidók és a romlott életmód ellen uszított. Erőszakos küzdelmet vívtak a nácik, a kommunisták és a rendőrök. Hans Thilo Schmidt Berlinben lakott. A 43 éves középmagas vegyészmérnök köszönéskor mindig haptákba vágta magát. Családja a német burzsoázia tagja volt, édesanyja pedig bárónő. Bátyja Rudolf a védelmi erő parancsnoka. Hans Thilo Schmidt nem volt ilyen sikeres. Ő volt a család fekete báránya. Szerencsejátékos, aki szerette a nőket, ezért nagy szüksége volt pénzre. Az 1929-es válság után az amerikai tőke kivonult Németországból. Hans is ekkor vesztette el az állását, akárcsak a lakosság 25%-a. Rudolf Schmidtet felügyelővé léptették elő a katonai hírközlésnél. 1925 és 28 között átszervezte a német védelmi erő rejtjeles kommunikációját.
Munkát szerzett öccsének, hogy ezzel segítse anyagi helyzetét. A hivatal ekkor szerezte be azt a különleges eszközt, amely lehetővé tette az üzenetek tökéletes kódolását. Ez volt az Enigma. Civil használatra szánták, de nem volt nagy sikere, amíg Rudolf Schmidt el nem kezdte használni a katonai hírközlésben. Az Enigma olyan jól titkosította az üzeneteket, hogy a kódokat képtelenség volt feltörni egy másik szerkezet nélkül. Hans Tilo Schmidt arról álmodott, hogy iparos lesz, és legalább olyan sikeres lesz, mint a bátyja. Új munkája révén hozzáfért a német titkosítási módszerekhez. Lassan rájött, hogy egy külföldi hatalom eleget fizetne az információkért. Így teljesülhetne a vágya. Franciaország volt ez a hatalom. A francia kormány aggódott a német helyzet miatt, mivel megerősödtek a szélsőségesek, a kommunisták és a nemzeti szocialisták. 1930. szeptemberére a nácik 6 millió szavazattal rendelkeztek. 107 képviselőjük jutott a Reichstagba, ahol barna inget viseltek és karlendítéssel köszöntek. Júniusában Hans Tilo Schmidt felvette a kapcsolatot a berlini francia nagykövettel. Találkozott Maurice de Jonnal, aki sajtófőnöknek adta ki magát, ám valójában a titkosszolgálat ügynöke volt. De Jonn azonnal értesítette a párizsi hírszerzést. A francia titkosszolgálatot Rivé ezredes irányította 1936 óta. Három részlege volt. A hírszerzés SR, amit Perus alezredes irányított. A kódfejtési osztály, amit Bertrand százados vezetett. És a kémelhárítás, amely a hírszerzés központját alkotta, és amit Schlesser alezredes, valamint Pajó százados irányított. A francia titkosszolgálat érdeklődött Hans Tilo Schmidt felajánlásával kapcsolatban, ám a lehetséges kémkedést elkerülendő szakértőt kértek fel a beszervezésére. Rodolf Lamont alkalmazták a feladatra. Valójában Rudolf Stahlmannként született. Mivel egy francia nőt vett feleségül, René Lemoine-t megkapta az állampolgárságot és felvette neje vezeték nevét. Szerette az életet. Saját üzleti érdekeltségei mellett a titkosszolgálatnak is dolgozott. 1931. november 1-én Rodolf Lemoine a belgiumi Verwijs Grand Hotelben találkozott Hans Tilo Schmidt-tel. Bár lenyűgözte a dolog, mégis tudni akarta, milyen komolyak Hans szándékai. Hans Tilo Schmidt-et innentől kezdve Ash-nak, vagyis németül Hamunak nevezték. Az Enigma titkának felfedését 10 000 német márkáért adta el. November 8-án Ash megint Lemoine-nal találkozott, ám ez alkalommal ott volt Bertrand százados is. A 10 000 márkáért cserébe Ash fényképeket adott át az Enigmáról, és megengedte, hogy a hotelszobában Bertrand lefotózza a használati utasítást. A találkozó megváltoztatta a II. Világháború menetét. Ash elárulja az Enigma titkát. Az Enigma egy szállítható gépezet, ami 3 különleges tárcsát tartalmaz. Kívül 26 betűs billentyűzet van rajta, és egy világító panel. Ha megnyomjuk az A betűt, akkor az első tárcsa V betűvé alakítja. A második a V-t K-vá. A harmadik tárcsa a K-t Y-ná, ami felvillan a fenti panelen. Ám ha megint megnyomjuk az A-t, akkor a G betű villan fel. És ha megint, akkor az S. És így tovább. Az Enigmának egy kapcsolótáblája is volt, amivel még összetettebbé vált a kódolás.
Az üzenet megfejtéséhez a gépet alaphelyzetbe kellett állítani, vagyis a tárcsákat és a kapcsolótáblát egy előre meghatározott pozícióba kellett állítani. Így lehetséges volt az üzenetek küldése és fogadása. Ám ez volt a szerkezet gyengesége is. A tárcsákat naponta beállító operátorok havonta kapták meg papíron az alapkódokat. A mellettük ülő kolléga lejegyezte az üzenetet, amit előre meghatározott frekvencián, rádión vagy morzekód formájában továbbította. A dekódolást egy másik Enigma géppel végezték. A kód feltöréséhez több mint 24 óra kellett. Így ha sikerült is volna megfejteni az ellenségnek, a következő nap már más beállítást használtak. A német vezetés feltörhetetlennek tartotta az Enigmát, ezért napi szinten használták a parancsok és az aktuális helyzet közvetítésére. Hetvenezer ilyen szerkezetet használt a német hadsereg. A nácik megerősödése miatt a francia hírszerzés igyekezett megfejteni a német kódokat, ám ez nem sikerült. Bertrand századost rettentően érdekelte, hogyan titkosítják a németek az üzeneteiket. Sajnos azonban az Enigma működésének megértése nem elegendő a kódok megfejtéséhez. A tárcsák és a kapcsolótábla napi szintű alapállását is ismerni kell hozzá. Végtelen kombináció van. Bertrand százados sosem foglalkozott kódfejtéssel, és nem voltak matematikusai. A parancsnokok szerint az információ használhatatlan volt, ezért nem akarták, hogy folytassa. A párizsi hírszerzésnél dolgozó Alastair Denistonnál sem járt sikerrel. 1931. decemberében Bertrand Varsóba ment, hogy a Hans Thilo Schmidttől kapott dokumentumokat megmutassa a lengyel titkosszolgálatnak. A forrását nem fedte fel. A lengyeleknél szívélyes fogadtatásban volt része, hiszen aggasztotta őket a német fenyegetettség és a náci retorika. Az információkért cserébe megígérték, hogy azonnal értesítik, ha sikerül megépíteniük egy Enigma gépet, és meg tudják fejteni a német védelmi erők kódjait. 1932 és 38 között Bertrand 12 alkalommal járt Varsóban. Az Enigmáról készített fotókat, diagramokat, leírásokat és használati utasításokat vitt magával, valamint a havi kódokat tartalmazó füzeteket. Minden alkalommal megkérdezte, mi kell még a másolat elkészítéséhez. Majd el is küldte a kért adatokat, amint megszerezte azt Hans Thilo Schmidttől. Bertrand 18 alkalommal találkozott Aschal, Csehszlovákiában, Belgiumban és Svájcban. A hotel szobában fényképezte le a hozott dokumentumokat, anélkül, hogy elárulta volna, kinek adja át azokat. Schmidt eleinte a készpénzt egy berlini vasútállomás csomagmegőrzőjéből vette fel. Ám Hans a hirtelen vagyongyarapodás jeleit mutatta. Drága öltönyt hordott, síelni járt, átépítette a házát és éjszakai mulatókba járt. A gyanúba keveredés elkerülése véget fedősztorira volt szüksége. Kihasználva vegyészmérnöki végzettségét, azt állította, hogy egy nem létező francia szappanszabadalom jogdíjából származik az összeg. Annak ellenére, hogy a Schmidt által eljuttatott adatok hasznosnak bizonyultak, a lengyelek mégsem tudták megfejteni a védelmi erők kódját. A lengyel titkosszolgálat egy évig egy helyben állt. Azonban az egyik matematikusnak, Marian Rajewskinek sikerült feltörnie az Enigma üzeneteket. A matematika mellett kriptográfiát és statisztikát tanult, valamint folyékonyan beszélt németül.
intuitív személyiség volt. Az egyik német tesztüzenetet sikerült megfejtenie, ahol a kérdés 6 karakterből, a válasz pedig 4-ből állt. Második Frigyes porosz király születési évét kérdezték, ami 1712. A lehetőségek számát lecsökkentve és több ezernyi egyenlet megoldása után, valamint Bertrand százados rendszeres üzenetei révén, Rejewskinek sikerült egy kábelekkel rendelkező modellt építenie. Intuitív látásmódjának köszönhetően karácsonyra készült el a géppel. Azt feltételezte, hogy a németek jó kívánságokat fognak küldeni rajta. Mint egy varázsütésre, sikerült értelmeznie az elfogott üzeneteket. Ezután Rejewski 17 enigma másolatot készített Lengyelországban. Egyik kollégájával kifejlesztette, hogyan vizsgáljanak meg több százmillió kombinációt, hogy végül megtalálják az aznapi kódot. 30 tárcsa forgott nagy sebességgel, hogy megtalálják a kombinációt. Elektromechanikus bombának nevezte a szerkezetet. Ez volt a modern számítógép elődje. Megvilágított asztalra helyezte a lyukkártyákat, hogy így találja meg a kombinációt. 1933 és 38 között Rejewski folyamatosan feltörte a német kódokat. Mivel a Wehrmacht és a Luftwaffe, valamint a haditengerészet is rendelkezett Enigma géppel, rengeteg anyag állt rendelkezésére. Ash elárulja Hitler titkait. A változás szelét érzékelve Hans-Tilo Schmidt belépett a náci pártba. 1932. január 27-én Hitler a bolsevik veszedelemre hívta fel a figyelmet egy düsseldorfi üzleti összejövetelen. Az emlékezetes beszéd után számos rúrvidéki mágnás kezdte el pénzelni a náci pártot. 1932. augusztusában Hans-Tilo Schmidt jelentést küldött a tiltott német újrafegyverkezésről. Katonai célokra hamar átalakítható civil repülőket gyártottak Svájc, Svédország és Dánia számára. 8000 fiatal pilótát képeztek ki. Cadizban tengeralattjárók és torpedók prototípusát építették meg. Megalapítottak egy vegyi fegyverek készítését elősegítő civil vállalatot. 1933. január 30-án pedig Hitlert kinevezték kancellárrá. Hitler tudta, hogy a védelmi erő az elhárítás és a hírszerzés parancsnokainak rosszallását válthatja ki, ezért felkérte a légügyi minisztérium élén lévő Hermann Göringet, hogy kiterjedt telefonos, rádiós és leveleket ellenőrző titkos hálózatot hozzon létre. A Forschungsamtot. A titkos náci hivatal beférkőzött a postára, a rendőrségre és a telefonszolgáltatóhoz. Beszélgetéseket hallgattak le és leveleket olvastak el. Hans-Tilo Schmidt a Forschungsamt és a védelmi erő közötti kapcsolatért felelt. Ezért a francia titkosszolgálatot fontos információkkal tudta ellátni. 1933. augusztusában jelentette a Danzigi korridor létrehozásának szándékát. 1934. januárjában felfedte a koncentrációs táborok megnyitását és a politikai bűncselekményekért kiszabható halálbüntetés intézményét. Hónapokkal később Ash a páncélos hadosztályok terveiről adott jelentést, és arról, hogy Göring 2 év leforgása alatt 1400 vadászgép gyártását rendelte el.
1935. januárjában Hitler átalakította a katonai hírszerzést, és Canaris-tengernagyot nevezte ki az élére. 1935. novemberében Rudolf Schmidt otthagyta a gyalogos hadosztályt, és a hadsereg vezérkarához csatlakozott. Mindenről első kézből értesült, és a Wehrmachtról kapott információkat azonnal közölte öccsével. 1936. januárjában Hans-Tilo Schmidt figyelmeztette a franciákat, hogy Hitler be akar vonulni a Rajna 1919-ben demilitarizált balparti területeire, ami 6 héttel később meg is történt. Ráadásul azt is felfedte, hogy Hitler azonnal visszavonult volna a franciák katonai válaszára. A francia kormány megtorlástól való félelem nélkül reagálhatott volna. Sajnos azonban nem hallgattak a titkos szolgálatokra. Albert Sarrau, a tanács elnöke csupán szóbeli ellenlépést tett. Nem hagyjuk, hogy Strasbourgra német fegyverek szegeződjenek. Franciaország katonai válaszára lehet, hogy Lengyelország és Csehszlovákia is ellenállt volna, és meghátrálásra kényszerítették volna Hitlert. 11. Pius pápa azt mondta, ha a Franciaország 200 000 emberrel bevonult volna a Rajna vidékére, akkor hatalmas szolgálatot tett volna az emberiségnek. Hitler megmutatta tábornokainak, hogy félelmeik alaptalanok, és ezzel nagy elismerésre tett szert. Franciaország többé már nem volt Európa első számú hatalma. Csupán Anglia egyik szövetségese. Ráadásul Csehország, Lengyelország és Jugoszlávia biztosak lehettek benne, hogy nem avatkoznak be, ha Hitler megtámadja őket. Hitler hatalomra jutásának idején Rudolf Schmidt ezredes lassan haladt előre a katonai ranglétrán. A kapott információkat rendre megosztotta öccsével, aki azonnal értesítette a francia titkos szolgálatot. Olyan nyíltan beszéltek ezekről a titkokról, hogy a franciák azt gyanították, hogy tudatos félretájékoztatás áldozatai lettek. Ash figyelmezteti Franciaországot. ...1936. júniusában Hans-Tilo Schmidt a németek haditerveiről tett jelentést. Vészhelyzet esetén Ashnak egy Berlinben tartózkodó francia újságírót kellett felhívnia, és a telefonban azt mondani, hogy Kurt bácsi meghalt. 1937. november 6-án ezt meg is tette. Charlottenburg állomás várótermében találkozott a két férfi. Az átadott dokumentumokat az újságírónak a berlini francia nagykövetségre kellett vinnie. Egy titkos találkozó összegzéséről volt szó. Hitler és a náci vezetők vettek részt az összejövetelen. Von Neurath külügyminiszter, von Blomberg hadügyminiszter, Göring a Luftwaffe parancsnoka, von Fritsch a Wehrmacht parancsnoka, és Raeder a haditengerészet parancsnoka. Hitler szerint Németország növekedő lakosságát nem bírja ellátni a mezőgazdaság. Ezért új területekre, Európa háromnegyedének elfoglalására van szükség. Az egyetlen akadályt Franciaország és Anglia jelentheti. Németországnak ki kell használnia, hogy az egyiket szociális konfliktusok foglalják le, míg a másikat birodalmi problémák. Azonnal lépni kell. Hitler az invázió pontos dátumait is elmondta. Ausztriát és Csehszlovákiát 1938-ban, Lengyelországot 39-ben, Franciaországot, Belgiumot és Hollandiát pedig 40-ben kell elfoglalni. Von Neurath, von Blomberg és von Fritsch nem értett egyet abban, hogy Franciaország és Anglia ellentámadásba lendülne, Ausztria és Csehszlovákia láttán. Hitler erre felfüggesztette a találkozót, és lecserélte az embereit. A Führer segédtisztje megosztotta a hallottakat barátjával, Rudolf Schmidttel, aki már 1936 óta volt tábornok a vezérkarban.
Rudolf azonnal tájékoztatta öccsét a hírről, és megígérte, hogy egy héten belül elküldi a másolatot a jelentésről egy fontos melléklettel. Az európai invázió dátumokkal ellátott térképével. Miért tette ezt Rudolf Schmidt? Náci ellenessé vált, akár csak más német tábornokok? A kérdésre sajnos ma sem tudjuk a pontos választ. Az ügynökök révén kapott hírről a francia titkosszolgálat főnöke, Rivé ezredes, azonnal értesítette Édouard Daladier hadügyminisztert, aki azonban nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Ahogy César Campinci, a haditengerészet parancsnoka, Pierre Cot légügyi miniszter, valamint Pétain Marshall és Gamelin tábornok sem. A politikusok szívesebben hallották meg a jobb híreket, főleg azokat, amelyeket a Hitler befolyása alatt álló berlini francia nagykövet, André-François Poncet küldött. Ást megdöbbentette a francia passzivitás. ...1938. februárja. Hans Thilo Schmidt 15 nappal az Anschluss előtt figyelmeztetett Ausztria annektálására. ...1938. márciusában Kölnben a Gestapo letartóztatta Rudolf Lemoine-t. Ám bizonyíték hiányában el is engedték. Bertrand százados erre megtiltotta neki, hogy további kapcsolatba lépjen Aschal. Hans Thilo Schmidt továbbra is tájékoztatta a politikai és katonai információkról, amit bátyja Rudolf Schmidt tábornok a vezérkartól szerzett be. ...1938. augusztus 9-én, 6 héttel a müncheni egyezmény előtt, Schmidt a Szudéta vidék lerohanásával kapcsolatos terveket közölt a franciákkal. Hitler célja egyszerű. Morvaország lerohanásával a németek által lakott területeket visszacsatolhatják Németországhoz. Két hónappal később Ash otthagyta a kódfejtő osztályt, hogy Göring hírszerző ügynökségéhez csatlakozzon a Forschungsamthoz. Így 1938. december 15-én nem tudott arról tájékoztatni, hogy a nácik változtattak az Enigma kódrendszerén. Rejeszki csupán az üzenetek 10%-át tudta megfejteni a korábbi 75-höz képest. Látva, hogy Lengyelországot hamarosan lerohanják a németek, a lengyel titkosszolgálat értesítette Bertrand századost az eddig elhallgatott fejleményekről. 1939. július 25-én elmondták, hogy megépítették az Enigma gépet, ráadásul kettőt a rendelkezésére is bocsátottak. Egyet az ő, a másikat a titkosszolgálatok számára. Paradoxnak tűnhet a dolog, hogy a lengyelek képesek voltak lemásolni a gépet. Mégsem tudták megfejteni a kódokat. Ma ezt úgy mondanánk, hogy a gép megvolt, de a szoftver nem. 1939. márciusában Ash Csehszlovákia teljes lerohanásáról adott hírt. A lengyelek továbbra sem tudták feltörni az új kódokat, így váratlanul érte őket a szeptember 1-i náci támadás. Rejeszki és kollégái megsemmisítették az Enigma gépüket. 6 órával a brit hadüzenet után Franciaország is csatlakozott. ...1939. októberében Ash biztosra mondta, hogy a németek csak a tél végén fogják megtámadni Franciaországot, Belgiumot és Hollandiát.
Az ásfedőnév alatt dolgozó Hans-Tilos Schmidt eredetileg csak a pénzért csinálta, de pártagsága ellenére úgy tűnt, náci ellenessé vált. Vajon Ascht befolyásolta a francia kémekkel való kapcsolata? Nyilván más eszmények vezérelték őket, és értettek a pszichológiához. Az árulással ő is szeretett volna valaki lenni, akár csak a bátyja. Vajon nemes szándékok vezérelték az árulásban? Vagy csak egyszerűen már benne volt? Bárhogy is legyen, Ascht az egyik francia kapcsolatától ezt kérdezte. Miért nem cselekedtek? A Führer háborút hoz Európára. Hitler csapatai megtámadták Lengyelországot. Két hónappal később Rejewski kollégáival együtt a Párizs melletti Grez-Armanvilliében található Vignol kastélyban létesített francia rádiós elhárító központban dolgozott, amit Bertrand százados irányított. 1940. január 17-e és május 1-e között feltörték a német kódokat. Hans-Tilos Schmidt továbbra is kapcsolatban állt a francia titkosszolgálattal. 1940. március 10-én egy hónappal korábbi megbeszélésről adott hírt, ahol arról volt szó, hogy Hitler von Manstein tanácsára az Ardeneken át támadná meg Franciaországot, és Sedannál választaná ketté a védelmet. Minden információ pontos volt, de mégsem így érte el a miniszterelnököt, Paul Reynaud-t, hanem más változatban. Az elemzések során a hírszerzés információit rendre finomították. 1940. március 19-én a francia vezérkari főnök Gamelin, akit Rivé ezredes informált, ezt válaszolta. A Meuse nem érdekel. Hanziger, az ottani hadseregparancsnok nem gondolta, hogy meg kéne védeni a területet. A hadműveletekért felelős hivatal pedig valószínűtlennek tartotta, hogy a németek a dombokkal teli Ardeneken keresztül támadjanak, ahol kevés az épített út. 1940. márciusa és áprilisa között Paul Peyo, a kémelhárítás vezetője, akinek ügynökei beszivárogtak a német elhárításhoz, arról értesült, hogy a németek a Sedan-Abbeville vonalon tanulmányozzák az útviszonyokat. Ez megerősítette Ascht információit, hogy a németek az Ardeneken keresztül akarnak támadni. Ám Gamelin ezt nem vette figyelembe. A németeknek sikerült áttörniük Sedannál, és néhány nap alatt lecsaptak a francia erőkre. Churchill is Ashtra figyel. A brit titkosszolgálat kezdte megfejteni az enigmát. A legnagyobb titokban létesítettek lehallgató állomást a Bletchley Parkban, ahol a lengyelek által felajánlott gépet használták. Több száz rádió operátor rögzítette a német üzeneteket, és több száz matematikus és sakkmester igyekezett megfejteni a kódokat. 1940. januárjában Alan Turing angol matematikus, az algoritmus egyik kitalálója, Rejewskivel találkozott a Vignol kastélyban, Grez-Armanvilliében. Napokon át osztották meg egymással a tapasztalataikat. A találkozó után Turing egy sokkal kifinomultabb szerkezetet készített, mint Rejewski. Létrehozta az ultratitkos eljárást az információ dekódolására, amit röviden csak ultrának hívtak. 1940. januárja és májusa között a Bletchley Parkban dolgozók a Wehrmacht és a Luftwaffe üzeneteit mind elfogták.
ám napokba telt, mire megfejtették a kódot, így az információk elavultak. Churchillt mindig is foglalkoztatta a technológia és a hírszerzés. A repülőgépek, tankok és radarok után jött az Enigma és az Ultra. Miután 1940. májusában találkozott Turinggal, folyton azt kérdezte, hol vannak a tojásaim? Ami az Ultra által feltört legfrissebb üzeneteket jelentette. Winston Churchill megfenyegette a Bletchley Parkban dolgozókat. Ha egy szót is mernek szólni, kivégzik őket. Felismerte az Enigma fontosságát, és mindenáron el akarta kerülni, hogy az ellenség tudomást szerezzen arról, hogy feltörték a kódokat. A földközi tengeren direkt arra küldött ki felderítőket, amerre a német tartályhajók voltak, hogy úgy tűnjön, mintha véletlen leltek volna rá. A megtévesztés érdekében még 2-3 másik helyre is küldtek gépeket, hogy ne lehessen észrevenni, hogy mindig az ellenségre találnak rá. 1940. május 2-án, 8 nappal a nagy német nyugati offenzíva előtt az üzenetek feltörhetetlenné váltak. Május 1-én a Wehrmacht váratlanul megváltoztatta a napi kódokat, így az addig alkalmazott kódfejtés használhatatlannak bizonyult. Ez alatt Ash fáradhatatlanul informálta a francia titkosszolgálatokat. A Bletchley Park csapata május 22-től megint olvasni tudta a német üzeneteket. A franciaországi hadjáratról már lekéstek, de az 1940. szeptemberi britről még nem. Turingnak sikerült a kódfejtést 30 percre csökkentenie. Így ha a célpontot nem is, de a bombázások idejét tudták. Szeptember 15-én a brit légierő képes volt ellenállni a német bombázók legnagyobb hullámainak. Két nappal később Hitler feladta a brit küzdelmet. A francia titkosszolgálat munkája végre kifizetődött. 1940. októberében az Ultra még több információval szolgált az oroszlánfóka hadműveletről. Amikor a németek leszerelték az ejtőernyősök szállítóegységeit, a kódfejtők azonnal tudták, hogy a hadműveletet leállították. Két nappal az 1940. június 22-i fegyverszünet után a francia titkosszolgálatokat felszámolták. Június 25-én Rivé ezredes vezetésével összegyűltek a tisztek az Agen közelében lévő Bonencontre-ban, hogy titokban újra szervezzék és folytassák a küldetésüket. Paul Pajol, a francia kémelhárítás vezetője egy mezőgazdasági céggel leplezte a tevékenységét. Továbbra is folytatták a beépülést a német elhárításba, az Abwehrbe, de az elfoglalt, elcsatolt területeken, valamint a szabad zónában és Észak-Afrikában is. Paul Pajol számos alkalommal találkozott Rodolf Lemoine-nal. Volt, hogy útlevelet, üres személyigazolványokat, különböző országokba szánt kódkönyveket és egy Enigma leírást tartalmazó bőröndöt nyújtott át. Lemoine elárulta, hogy a németek felkérték, hogy dolgozzon az Abwehrben. Pajol arra kérte, meneküljön Spanyolországba, de nem tette. 1941. május-júniusában az Ultra révén a szövetségesek tudomást szereztek a Barbarossa hadműveletről. Churchill figyelmeztette Stalint, aki azért nem csinált semmit, mert attól tartott, arra akarják kényszeríteni, hogy Hitler ellen harcoljon. A lengyelek és a franciák közreműködésének köszönhetően a Bletchley Parkban lévő csapat sikert aratott. Néhány hónap után feltörték a Luftwaffe és a Wehrmacht kódjait. Ám csak 1941. májusában tudták megfejteni a német haditengerészet üzeneteit. Várniuk kellett, amíg 1941. május 9-én elfogják Izlandon az U-110-es német tengeralattjárót. A tengeralattjáró süllyedésétől félve a legénység a vízbe ugrott anélkül, hogy a helyes eljárást követték volna. A brit romboló, amely a torpedót indította, kommandócsapatot küldött a roncsra.
Jutalmuk egy igazi Enigma gép volt. Nem egy másolat, mint amit a lengyelek adtak, hanem egy igazi német szerkezet. A legfrissebb tárcsákkal és kapcsolótáblával, valamint egy teljes kódkönyvvel. Rendkívüli kincs. A brit hadvezetés titoktartásra kötelezte a fedélzeten szolgálókat, majd eltüntette a tenger alatt járó megszerzésének nyomait, hogy a német vezetés ne sejtsen semmit. Egyiptomban a brit erők támadásba lendültek a német tankokkal szemben. 1941 őszén a feltört üzenetek alapján a britek elsüllyesztették a Rommel segítségére az észak-afrikai hadszíntérre vezényelt olasz hajók felét. Így megakadályozták Kairó elfoglalását. A Montgomerynek küldött jelentések elősegítették az El-Alamein-i győzelmet. Az ultrának köszönhetően az angolok megsemmisítették a Nápolyból az észak-afrikai hadszíntérre küldött ellátmányt. A megszokott eljárással ellentétben nem volt idejük, hogy felderítő gépekkel álcázzák a küldetést, amivel félrevezethették volna a németeket. Churchill ezért ragaszkodott ahhoz, hogy egy hamis rádió üzenetben köszönjék meg egy kitalált nápolyi kémnek az állítólagos információt. A németek elfogták az üzenetet, és azt hitték, hogy igazi. 1942. februárjában azonban beütött a krach. Dönitz tengernagy azt akarta, hogy a német haditengerészet Enigma gépeibe még egy negyedik tárcsát építsenek be, hogy ezzel 26-szorosára növeljék a kombinációkat. A szövetségesek hatalmas veszteségeket szenvedtek el. ...1942 drámai év volt Anglia számára. A Bletchley Parkban dolgozók egy új német tenger alatt járó elfogására vártak, ami 1942. október 30-án történt meg. Addig nem tudták megfejteni az üzeneteket. Alexandria partjainál az U-559-es tenger alatt járó legénysége anélkül hagyta el a fedélzetet, hogy kinyitotta volna a szelepet, ami a gyorsabb süllyedést szolgálja. Három brit tengerész életüket kockáztatva közelítette meg a roncsot. Ketten odavesztek, de a harmadiknak sikerült felszínre hoznia az Enigma legfrissebb leírásait. Ásnak vége. ...1943. februárjában a Gestapo letartóztatta Le Moyne-t, aki Paul Pajol javaslata ellenére nem menekült Spanyolországba. Nem bírta a 15 napnyi vallatást és a hírt, hogy a fiát foglyul ejtették. Átállt és felajánlotta, hogy az elfogott brit és amerikai pilóták bizalmába férkőzik. Valamint, hogy a Spanyolország és Franciaország közötti brit pénzügyi tranzakciókat is megvizsgálja. Végül feladta a német kémet, Ashe-t is. 1943. április 1-én Hans Thiro Schmidt-et letartóztatták. Bátyját, Rudolf Schmidt tábornokot, aki Guderian tábornokot váltotta a keleti fronton, kirúgták, annak ellenére, hogy kiváló eredményeket ért el. Mivel Le Moyne nem tudott a lengyelek és az angolok munkájáról, semmit sem fedett fel az ultráról. Ám a lengyel ügynököket és Bertrand századost is letartóztatták. A kínzások hatására valószínűleg beszélhettek arról, hogy az angolok megfejtették a német üzeneteket. De a nácik annyira bíztak az Enigmában, hogy végül ezt nem hitték el. Bertrand úgy tett, mintha együttműködne a német elhárítással.
Figyelmeztette társait, majd sikerült Angliába menekülnie, ahol találkozott Rejewskivel. A feltört üzenetek révén a nagy hatótávolságú liberátor bombázók el tudták süllyeszteni az U-bótokat. A német tenger alattjárók legénységének háromnegyede oda veszett. 1943. májusában Dönitz visszavonta őket az Észak-Atlanti óceánról. A háború folyamán a britek naponta 18 ezer üzenetet fejtettek meg a németek tudta nélkül. Az utolsót Dönitz tábornagy küldte 1945. április 30-án. A Führer halott, a harc folytatódik. A sikert nagyban köszönhették az ultrának és a francia kémnek, Hans Thilo Schmidtnek. Az ultra segítségével a britek ártalmatlanították az országukban lévő német kémeket, és elrejthették a németek elől az 1944-es terveket. Ennek következtében a szövetségesek partra tudtak szállni Normandiában. Mi történt velük? Turing elektromechanikus bombája, ami feltörte az Enigmát, titokban maradt még további 30 évig, mivel a háború után a britek használták a frontról összegyűjtött eszközöket, hogy a gyarmatokkal kommunikáljanak. Rejewski 1946-ban visszatért Lengyelországba, de hogy elkerülje a kommunista rezsim üldözését, nem beszélt kódfejtő múltjáról, hanem könyvelőnek adta ki magát. Hatalmas szerepet játszott a titkosszolgálatok élén, és hozzájárult az Enigma kódjának megfejtéséhez. Ma szülővárosában szoborral tisztelegnek előtte. 1945. júliusában, amíg Winston Churchill Stalinnal és Trumannal tárgyalt a legyőzött országok sorsáról, elvesztette a választásokat odahaza. Különös köszönetnyilvánítás az emberektől a brit ellenállás hősének. Paul Pajol 1944. május 7-én Eisenhower felkérésére Angliába utazott, hogy a kémelhárítás részeként részt vegyen a partraszállásban és a felszabadításban. Titoktartásának köszönhetően ő volt az egyetlen francia tiszt, aki ismerte a pontos dátumot és helyet. Nem értett egyet a titkosszolgálat átalakításával, ezért 1944 késő novemberében leszerelt, és a civil életben kezdett új karriert. Bertrand százados a hadseregben maradt, és a kutatási főigazgatóságon, majd a kémelhárításban szolgált. A hírszerzés úttörőjeként ismert Alan Turingot, aki nélkül nem jöhetett volna létre az ultra, homoszexualitása miatt üldözték. 1954-ben valószínűleg saját kezüleg vette be a cianidot. 42 éves volt. Rudolf Schmidt tábornokot Nürnbergben elítélték és átadták az oroszoknak. A Moszkva közelében lévő Vladimir börtönben helyezték el. 1955-ben nagyon rossz állapotban szabadult. A következő évben Krefeldben, Németországban hunyt el. Rudolf Schmidt csak naív volt, vagy náci ellenes, aki azért vette fel öccse előtt a titkokat, mert sejtette, hogy azok az ellenséghez kerülnek. Senki sem fogja már megtudni. Rejtély borítja Hans Thilo Schmidtet is. Annyi katonai titok után a saját életének titkát is a sírba vitte. Csak pénzért tette?
vagy igazi antifasiszta lett. Gyermekei eltűntek, valószínűleg megváltoztatták a nevüket. Az Asch fedőnév alatt dolgozó Hans Tiro Schmidt a 20. század egyik legnagyobb kémje volt. A franciáknak átnyújtott információk nagyban hozzájárultak a II. Világháború gyors lezárásához. Nélküle Nyugat-Európát nem 1944-ben, hanem csak 1946-47-ben szabadították volna fel. Bár a franciák nem ismerték fel a Hans Tiro Schmidt által 10 éven keresztül szolgáltatott információk fontosságát, a titkosszolgálatok kétségkívül hatalmas eredményt értek el. Szóval ő volt a II. Világháború legfontosabb kémje. Franciák szervezték be a német nemzetiségű férfit, és hatalmas titkokat árult el, mégsem ismerjük a nevét. Sorge-ról tudunk, ön mégis azt állítja, hogy Asch sokkal fontosabb volt nála. Hans Tiro Schmidtre egy amerikai történész, David Kahn hivatkozik. Úgy, mint a II. Világháború legbefolyásosabb kémjére. Nem pedig én. Amerikában és Angliában is úgy tekintenek Hans Tiro Schmidtre, mint a titkosszolgálatok egyik fontos ügynökére, aki a II. Világháborúban szolgált.